A bajnokság nyitó fordulójában ősszel hazai pályán 4 gólos vereséget szenvedtek az Ostróla nyíregyháziak, így a tavaszi rajton a visszavágás vágyával lépett pályára Bécsi János együttese. Az első félidő 14-14-es döntetlennel zárult, a folytatásban aztán ellépett ellenfelétől a harcosan játszó vendégcsapat, és 6 gólos győzelmet aratva értékes 2 pontot szerzett az egyik közvetlen rivális otthonában. Jól sikerült a felkészülésünk, illetve az utolsó héten már konkrétan az Ózra készültünk, és az legutolsó edzőmérkőzést is annak a szellemébe gyakoroltuk és játszottunk, ami az Ószhoz kellett. Én úgy gondolom, hogy sikerült jó feltérképeznünk, videón kielemezni az ő játékukat, és megfelelő taktikát alkalmaztunk. Ez volt a sikernek a titka. A nyíregyháziak kapusa Gadnai Attila is elégedett volt a csapat által mutatott játékkal. Sokat segítettek a társak, védekezésben ott voltak, beálló környéki dolgot megoldottuk, átlövésekből kaptunk kicsit több volt, amit lehetett volna még kevesebbet azokból. Az NB1B keleti csoportját a 20 pontos Balmazújváros vezeti, megelőzve a 19 pontos Mezőkövesdet és a 18 pontos Békést. A 17 pontos Nyíregyháza a 4. helyen várja a folytatást. Bécsi János szerint az ózdi győzelem jó alapot jelent a folytatásra. Remélem jó lendületet fog adni, annál is inkább, mert idegenben hoztuk el ezt a 2 pontot, és egy idegenbeli győzelem mindig hatványozottabb értéket képvisel, de én mindig azt szoktam mondani, ennek az idegenbeli győzelemnek akkor van értelme, hogy a következő hazai mérkőzést is magabiztosan nyerjük. Pénteken fogunk játszani a Lajos Mizsével, az ő játékstílusok hasonlít az Ószhoz, kellemetlen játékot játszanak, alacsony szerkezeti csapatról van szó. Én nagyon bízok benne, hogy ezt a mérkőzést is tudjuk hozni, és akkor elindulunk egy szép menetelésben. A nyíregyházi KC, Mizse KC mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti csarnokban.